A kis projekt alap 1,24 millió euró összértékben nyújt támogatást 29 projekt megvalósítására. Kassa megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye már több éve azon dolgozik, hogy a területeinken olyan projektek valósuljanak meg, melyek a regionális fejlődést segítik elő. Emelte ki Rasztyiszlav Trnka, Kassa megye elnöke a támogatásról szóló szerződések átadása alkalmából szervezett rendezvényen. Az áprilisban lezárult harmadik kiírásra 47 pályázat érkezett. A kedvezményezettek 20 ezertől 50 ezer euróig terjedő támogatást kaptak az elképzeléseik megvalósítására. A cél pedig pontosan ez, hogy az egymás országainknak a termékeit és vállalkozóit összekössük, megismertessük a másik oldallal, és remélhetőleg ebből potenciális üzletek és potenciális partneri viszonyok létesülnek majd, amelynek akár ez is lehet az eredmény, hogy egy magyarországi termék akár el tud indulni Szlovákiában egy disztribúció, egy forgalmazása, vagy éppenséggel fordítva egy szlovákiai termék tudja éppen megvetni a lábát Magyarországon. A magyarországi partnerünkkel, Vásáros-Teményi Polgári Társulással szeptembertől kezdjük a megvalósítását a rendezvényeknek, ez Kassán, majd Szepsiben veszi kezdetét. Szeretnénk összekötni a hagyományos kézműveseket, a gömöri kézműveseket és a palócföldi kézműveseket Magyarországról. Több rendezvényt fogunk szervezni, lesznek edukatív rendezvények, ahol egymást fogják tanítani a kézművesek, szintén szeretnénk megrendezni nemzetközi csipkekészítő fesztivál, és aminek talán a legjobban örülök, aminek gondolom, hogy nagyon jó lesz a hírneve, kiadunk egy kis szótárt, ami szakkifejezésekről fog szólni, többféle szakkifejezés, amit használnak a kézművesek. A projektek egy Kassa megyei és egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei partner együttműködésével valósulnak meg másfél év alatt. Nekünk nagyon komoly célkitűzés a régió IT utánpótlás nevelése, a fiatalok, a tehetséges fiatalok helyben tartása. És erre a célra dolgoztunk ki a szlovák partnerrel közösen egy képzési programot. Nekünk Miskolcon egy nagyon komoly LEGO robotikai tematikánk van, már évek óta fejlesztjük, a kassai partner pedig a Design Thinking módszertant fogja áthozni a mi képzési programunkban. A kis projekt alap célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése, helyi szintű együttműködések támogatásával és hosszú távú partnerségek kialakításával, fejlesztésével. Óriási szerepe van a turizmusnak, kultúrának, óriási szerepe van a közösségfejlesztésnek ezekben a pályázatokban, hiszen közösségben élünk, közösséget kell, hogy fejlesszünk a határ mindkét oldalán, közösen kell, hogy gondolkodjunk, hiszen magyarok vagyunk, és azt gondolom, hogy ezzel tudjuk megtartani a kultúránkat, ezzel tudjuk megtartani a nemzeti értékeinket. A kis projekt alapot a kassai székhelyű Via Carpatia európai területű együttműködési csoportosulás fedi le. Ezúttal két kiemelt témában lehetett pályázni. Az egyes prioritási tengelyen belül ez a természet és kultúrába fektetett projekteket jelenti. Ez az egyedül olyan tengely, ahol lehetett megvalósítani különböző befektetéseket. Mondok példát, a Pavol József Safarik Egyetem a botanikus kerten belül fog tanúsvint kialakítani, de például vannak olyan községeink, amelyek amfiteátrumokat hoznak létre. Ez az egyedüli tengely volt az, ami ezt engedélyezte, és a négyes tengely az pedig kimondottan szoft elemeket tartalmaz, konferenciákat, tapasztalatcseréket, workshopokat, fesztiválokat, szóval az egy inkább ilyen partnerséget építő tengely. A kis projekt alap negyedik kiírására várhatóan idén ősszel kerül sor.